eltávolítod a kézujjakat és a sarkakat egymástól. Mozogj és ragyogj! Ezzel a szlogennel tartottak sportprogramot pénteken az Egredi Múzeumkertben, a Hévízi Bázis Sportegyesület szervezésében. A rendezvény célja volt a jó időbe köszöntével szabadtéren mozogni, mindezt úgy, hogy egyedi élményhez is jussanak a résztvevők. Ezt az egyedi élmény pedig UV-fények és testfestés jelentette, melyet mindenki saját kedve szerint készíthetett el. Próbálkoztunk már ezzel az UV fényfestés egy kicsit, hogy ilyen extravagáns dolgokat figyünk bele, de most lesz az, hogy tényleg egy-két UV csövön felül most jobban erre lesz kiélezve ez az esemény, hogy itt majd világítsunk a sötétben, és hát nagy szükség van a csapatépítő programokra szerintem Hévízen is, meg mindenhol. Össze kell hozni az embereket, kicsit kijönni az edzőteremből a friss levegőre, így nyár elején azért mindenki jobban szeret a friss levegőn mozogni, gyakran elfogy a terembe a levegő, ezért így kicsit felszabadultabban mozoghat az ember. Az est célja volt természetesen az egészséges életmód, a mozgás népszerűsítése is, hiszen az edzőteremnek ez a fő missziója. Ennek megfelelően mindenki találhatott hangulatának és edzettségének megfelelő mozgástípust, akár újdonságokat is kipróbálva. 3 éve költöztem haza Hévízre, és nagyon régóta kerestem azt a sportolási lehetőséget, ahol én jól érzem magam, és szerintem februárban tévedtem le, azért még aránylag friss bázisos vagyok, viszont megtaláltam egy nagyon-nagyon jó közösséget, és nagyon-nagyon jó programokkal, és ez az igazából, ez az UV-s történet szerintem mindenkit felizgat, meg a kis játékával, hogy pingálhatok magunkra, meg magamra, meg a másikra, és játszhatunk egy kicsit a fényekkel, ez nagyon-nagyon izgalmas. A programot Senior Torna indította. Majd ahogy sötétedett, úgy következtek az intenzívebb mozgástípusok, melyekkel a bázis edzői mutatkoztak be. Utolsó, meg fogjuk tartani lent a hátralépést! Én voltam az ötletszerző, és hát nem tudom, valahonnan inspirálódtam, és azt gondoltam, hogy ez egy tök jó közösségépítés lenne, és nem csak az embereknek, hanem mi nekünk edzőknek is, hogy egy kicsit így összehozzon minket, mert tényleg annyi fajta edzés módszer van, de szerintem mi edzők sem mindig tudjuk, hogy mi az az edzés, amit éppen tart a másik. A jó kedvet a lelkes edzők és résztvevők mellett jó zene is garantálta. Ezek mindenkit felpörgettek, és ahogy ment le a nap, a hangulat úgy hágott egyre magasabbra. Az estét levezetésként jóga és hangfürdő zárta.